Már említettem nektek, hogy szeretnék több ilyen vidéki élet témájú videót készíteni, és az egyik ilyen, amit már gyakorlatilag azóta tervezek, amióta YouTube-ozok, az a zakuszka készítés. A zakuszka, hogyha nem lenne ismerős, egy örmény eredetű kence, tudjátok, ilyen kenyérre kenhető finomság, ami Romániában meg Moldovában is nagyon népszerű, és hát nekünk is a gyerekkorunk egyik jellegzetes íze. Nyilván ezzel is úgy van, hogy ahány ház, annyiféle zakuszka, és előfordul, hogy ritkán, de előfordul, hogy valaki egy családból, például a gyerekek egy másik családnak a zakuszkáját jobban szeretik, és akkor kell kölcsön kérni. Úgyhogy tudjátok, vannak ilyen cifraságok, de ezt például Henry is nagyon szereti, illetve hogyha külföldön élő barátokhoz vagy rokonokhoz megyünk látogatóba, akkor nekik is szoktunk vinni. Úgyhogy egész története van ennek, és hát ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy nálunk anyukám hogy készíti. A zakuszka fő hozzávalói az a vinetta vagy padlizsán, a paradicsompaszta és a paprika, meg a hagyma, illetve itt jönnek aztán be a variációk, van, aki tesz bele például gombát, anyukám meg szokott tenni bele szemes paszújt, vagy fuszújkát, ahogy mi mondjuk, és ezek közül néhány dolgot már előre előkészít. A vinettát azt már tegnap leszette, és betette a sütőbe, vagy szenen is el lehet készíteni, az ad neki egy ilyen jó kis füstös ízt, illetve a paprikát is előkészítették, megpucolták a tesómmal, úgyhogy most innen indulunk. Kezdtük a hagymapucolással. Az adag, amit én szoktam készíteni, ez kb. 5-6 kg paprikához. Teszek egy kilónyi, másfél kiló hagymát. A hagymát is és a paprikát is én egy ideje megpárolom, azért, hogy megpuhuljon egy kicsit, mert könnyebb ledarálni. Lehet, hogy a csípősségéből is, vagy még más szempontból is, még a gyomornak is jobb, hogyha kicsit meg van előtte párolva. Utána pedig a darálón ledaráljuk a hagymát, és akkor azt már oda is készítem, nagyon kevés olajat, egy 3-4 deci maximum olajba oda teszem, és abba bele a hagymát, hogy dinsztelődjön. Amíg a dinsztelődik, addig a paprikát is ledaráljuk. És utána fokozatosan hozzatesszük a paprikát. Ezt fenn a kályha tetején egy kisebb edénybe, ennek kell több dinsztelődés, fővés a hagymának és a paprikának. Mikor ez megvan, akkor egy nagyobb fazékba azt tapasztaltam ki, hogy sokkal jobban, hamarabb elkészül, hogyha beteszem a lerbe. A paszújt úgy szoktam, hogy körülbelül egy harmad részét ledarálom, hogy attól olyan pépesebb, pasztásabb lesz, a többit pedig szemesen teszem bele. Akkor ott még dísztelenek fél óra, órát ezt a hagymát a paprikával, és akkor hozzáteszem a vinettát,
És ehhez a tortához egy olyan 7-8 deci paradicsom levet, paradicsom szukkot használok. Ez megint a tapasztalat azt mutatja, hogy nem lesz ennyitől nagyon savas, tehát kellemesebb és könnyebb a gyomornak is a fogyasztása. Utána befűszerezem, ami só, bor, fekete bors, babillevél. Hogyha picit édesebbre akarjuk, akkor egy kevés cukrot, és ételízesítőt is szoktam hozzátenni. Ekkor már egy maximum egy fél óra még, amíg ez az egész úgy összefő, mert igazából most már előre van sütve, főzve minden. Még egy fél órát ott fő, és ezzel kész is van. Fóron töltöm el, a tetejére teszek egy nagyon kevés késhegyi szalicilt. Ezt lefedem az üvegeket, és száraz dunkba, vagyis egy belerakom egy edénybe, dobozba, valamibe, vastagabb ruhák közé, hogy lassan hűljön ki, hogy több időt melegen tartsa az egészet. Ahogy láttátok, az üvegek nagy részét anyukám betette a száraz dunsztba, egy részét megettük úgy, ahogy volt, és majd jövő héten, amikor nagymamám szomszédja sütni fog, akkor be fogják tenni őket a kemencébe is. Bár anyukám azt mondta, hogy sokan a kályhán, vagy a főzőlapon is ki tudják dunsztolni őket, meg mások szerint a sima száraz dunszt is elég ahhoz, hogy tartósítsa őket, de ő a kemencére esküszik, és addig, amíg még talál olyan embereket, akik használnak kemencét és sütnek ott, addig be fogja tenni a befőtteket. Úgyhogy ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Írjátok meg kommentben, hogy ti ismeritek-e az akuszkát, szeretitek-e, vagy esetleg, ha van köztetek olyan, aki nem ismeri, vagy ismeri, de nem szereti, arra is kíváncsi vagyok. Köszönöm, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!